Felvonuláshoz sorakoztak az aratócsapatok a község központjában. A menet elindult, a cél a nyírbogdányi veresfarm volt. A versenyzők egy része régi paraszti viseletbe öltözött, a kézijaratáshoz szükséges eszközök pedig már csak arra vártak, hogy valaki kézbe vegye őket. Bogdányi Ferenc, aki maga is nyírbogdányi születésű, aktívan részt vesz a település életében. Nevéhez köthető a tájház és a kézi arató verseny hagyományát is ő ápolja. Nagyon nagy részem volt benne valóban, ennek a falunak szülötte voltam, tájházat 16. éve viszem, és mindig egy ilyen nagy rendezvénnyel tetőzik a feladatunk. Most a hagyományokat elevenítjük fel, éljük meg a képviselő szavaival is, hogy bemutassuk a fiataloknak, az utánunk következő nemzetéknek, milyen volt valamikor régen az aratás, ami megalapozta egész évre a családnak a megélhetését. Gondos előkészületek folytak, és az erre az alkalomra meghagyott búzatábla mögött kezdetét vette a megnyitó ünnepség. A búza megáldását követően a zsűri egyeztetett a versenyzőkkel, és kezdetét vette a kaszálás. Lisovszky Tamás polgármester elmondta, a bogdányiak hagyományőrző emberek. A településen sokan termesztenek kalászosokat, és az ideérkezők megtekinthetik, hogyan is dolgoztak annak idején a földeken, munkagépek nélkül. Megláthatják azt, hogy hogyan is arattak nagyszüleink kézzel, ugye kézikasszával történik az aratás, a marokszedés kézzel történik, és minden olyan művelet, amit őseink, annak idején nagyszüleink kézzel műveltek, azt most láthatják itt az érdeklődők. A kézi arató verseny zárásaként megszentelték, felvágták, majd kiosztották az új kenyeret.